Köszönjük, hogy 3 év szünet után újra ennyien együtt lehetünk, és megtiszteltetek bennünket azzal, hogy eljöttetek a versenyre. Nagyon sok szép kiszállót és 180-akat kívánunk nektek. 616 nevezőt raktunk be a rendszerbe, annyian jöttetek el. Nyugodtan tapsoljátok meg magatokat, szenzációsak vagy. Ha amatőrversenyről van szó, akkor mindig jó érzésekvel vágok bele. 3 éve nem volt már amatőrversenyünk, ugye a Covid miatt ezt többször tolni kellett, és nem tudtunk rendezni miatta. Reméljük majd a következő években visszatérünk a régi jó megszokott hagyományokra, hogy 1500 fölötti indulóval fogunk ülni. Fodrász festi, de a kígyót azt ő festi rá a feleségem. Most a kígyó nincs megcsinálva, de jövő héten Münchenben már meg lesz. Jobban szeretem a dárcot, mint amennyire tudok dárcozni. Egy éve kezdtem el igazából, előtte elektromos táblára játszottunk. Ha egy-két kört megyek, akkor már meg leszek magammal elégedve. Játszottál már így színpadon ennyi ember előtt? Soha. Sőt, még semmilyen versenyen sem, még semmi, csak otthon. Ez az első verseny, ami elindult. És ő nevezett be a párom. Szóval nem én voltam ilyen bátor most sem. Az volt bennem, amit szoktak mondani, hogy az utolsó dupláig nincs vége, úgyhogy kezdeni kell, menni kell. Aztán egy picit lanyugodtam szerintem, és onnan kezdett el nem remegni a keze. Én most se hiszem el, mert... Bocsi. Nagyon izgultam, és a végén volt inkább az már bennem, hogy ha már idáig eljutottam, akkor ezt meg kell innen nyerni. Ez a 2023. évi Hungarian Darts Super League 8-as döntője. A tét nem kicsi, hiszen a legjobb 8 játékosból mindössze 2 lesznek azok, akik a június 15 és 18 között megrendezésre kerülő PDC World Cup of Darts-on képviselni fogják Magyarországot. És benne van az első, benne van a második, és milyen jó játékvégy! 180! Második Béla megvan ezzel a 2023. évi Hungarian Darts Super League bajnoka, Kovács Patrik! Nagyon sokat jelent a kupa, rendkívül sokat. Nagyon boldog vagyok miatta, hogy képviselhetem a magyarokat, az pedig habatortán. Fantasztikusan éreztem magam az elődöntő után és közben is. Annyi öröm és feszültség szabadult fel bennem, hogy egyszerűen már a döntő az csak egy habatortán volt. Patrik nagyon jól játszott, stabil. Reméljük, hogy ezt a formáját tudja hozni a World Cup of Darts-on is, és akkor szerintem nem lesz probléma. Biztos vagyok benne, hogy föl fogunk készülni megfelelően, és tudunk végre egy tisztességes játékot produkálni, amire azt mondhatják majd a kedves szurkolók és nézők, hogy na jó, akkor erre büszkék vagyunk, és büszkén mondjuk azt, hogy mi a magyaroknak szurkoltunk a World Cup of Darts-on. Igyekeztem most a Superliga döntőt valamennyire hallgatni, szerencsére behallatszódott, hogy mi zajlik. Az amatőrök között pedig egyre több a tehetséges és jó játékos. A legtöbben, akik egyébként jól játszanak, azért előbb-utóbb megjelennek ugye a Magyar Darts Szövetségnek a keretén belül is, úgyhogy bízom benne, hogy ez most is így lesz, hogy egyre többen kapnak kedvet ahhoz, hogy még komolyabban foglalkozzanak vele, illetve találkoztam rengeteg olyan emberrel, akivel 20-25 éve nem. De alapvetően szerintem az összes 9 amatőr versenyemet visszatekintek, amit eddig itt ezzel a csapattal leszerveztünk, ez volt a leggördülékenyebb, és itt kaptuk szerintem a legtöbb pozitív visszajelzést is.
volt, amikor az egyikünk segítette a másikat, volt, amikor a másik, volt olyan meccsünk, ahol mind a ketten jól játszottunk, de csapatként tudtunk működni, és így összejött, amit szerettük volna. Első amatőr versenyemen vagyok, 3 hónapja kezdtem el komolyabban játszani, úgyhogy gyakorlatilag ez egy elég nagy siker. A családot megszeretgetjük, a kupát beadjuk a közösbe, a gyerekek körbe hurcolászák a házba, aztán majd lesz valami. Amatőr kupa győztese, Attila Gergő. Én úgy keltem föl, hogy ezt ma meg kell csinálni. Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyit tudok kihozni magamból. Most ez sikerült, 8-szor próbálkoztam, nagyon sokszor volt első körös, második körös, kiesőkben sikerült. Van mögöttem egy csapat, ami iszonyat jó, remélem jövőre megalakulunk, mint klub, és akkor már igazoltként, és meglátjuk, mi lesz. Határa csillagos ég, akarással és igazi elánnal meg lehet csinálni.